Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön is kis Code 4 Remastered. Vagyis hát kijött az új kód, új év, új kód, kijött egy, egy, kód, aminek az a neve, hogy Infinite Warfare, és nem mellesse kijött mellette a legkirályabb játék, amit uh, Call négynek 4-nek hívnak. És uh, na lássuk, mi a franc ez mit kapunk a pénzünkért? És hogyha már rendel a kérdésnél járunk, hogy mit kapunk a pénzünkért, akkor... Beszélgessünk egy kicsit a Titanfall VS code -ról. Tisztában vagyunk vele, hogy a Titanfall 2 azért jelent meg olyan korán a Battlefield egy nyakán, hogy ideje előtt megpróbálja elvenni a Call of Duty-nak a pörgős játékos bázisát, akik arra vágynak, hogy e, egy kodszerű játékot kapjanak, akkor legyen Titanfall 2, és a Titanfall 2 kiváló játékélmény lett, nem csalódtunk benne. És akkor rá, ugye, mert gyakorlatilag két hétre, pár napra, egy hétre kijött a, a Call of Duty. Őszintén szóval nem is gondolom, hogy az EA, a Titanfall 2-vel, hogyan is gondolta, hogy majd uh, a kodot legyőzi. Minden bizonyal egy szignifikánsabb egy, egy játékos réteget el is vont uh, a kodtól, de nem véglegesen. Tehát a kodot önmagában csak úgy legyőzi nem lehet. A kod majd most önmagát fogja legyőzni, mondhatni így. Uh, akárhogy tetszik, vagy nem tetszik, egy, egy, bizonyos óriás fog kihalni. És mielőtt rátérek erre, hogy egy óriás fog kihalni, kicsit akkor térünk a lényegre. Kod 4, uh, Remastered milyen is, és hamarosan fogunk beszélni az Infinite Warfare ö, ö, változatról is, hogy milyen lett. Egy kis single player-t láttatok, hamarosan lesz, majd multiplayer, és csak egyelőre ki szeretném élni magam a BF1-el. Sűrű! sűrű uh, a tészta, de lesz kod 4 uh, multiplayer, uh, illetve pff, nagyon remélem, tehát nem nagyon szeretném megvenni az Infinite Warfare-t, ezért egy kicsit várok és megnézem, hogy uh, a későbbiekben mennyire lesz esély arra, hogy szétválasztják a két játékot, szerintem megejtik, előbb-utóbb megejtik ezt a dolgot, hogy szétválasztják a két játékot, hogy csak a kod 4-et is meg tudjuk venni. Nos, Uh, milyen lett ez a Code 4 Remaster? Mindenki arra kíváncsi, hogy grafika, hangok, annyi mindent hallottunk róla, és most, hogy uh, szerencsével van játszani vele, uh, azt kell mondjam, hogy mindenki azt mondja, hogy nem változtattak rajta szinte semmit, de igen, kurva változtattak rajta, de nem ott, ahol kellett volna. Tehát pontosabban nem ott, uh, nem ott, ahol kellett volna, hanem pontosan ott változtattak a dolgon, ahol kellett. A, amit pedig meg kellett hagyni, az úgy meg is maradt. Tehát fegyversebzés, fegyvervisszarugás, fegyver anyám kínja, ö, a hangulat, mind-mind-mind meglet, Rengeteg apró, apró ö, ilyen kis kiegészítőkkel látták el a játékot. Nem mondom azt, hogy szép, most is. Tehát nem, nem mondom azt, hogy szép. Sok-sok fény, meg mindent hozzányomtak egy kis szemetet, nagyobb robbanásokat, szebb tűzefektek, de attól még a játék ronda. Tehát ö, arányaiban nézve, ha csak azt nézzük, tehát ha most csak a grafikai térre ö, gondolunk, hogyha, hogyha csak azt veszük, akkor arányaiban nézve, amikor a kod 4 eredeti megjelent, sokkal szebb volt, mint ez a remastered változat. Szóval, ha valakinek netel, hú, God Master grafikailag, jaj, de szép, szép, tényleg, a mai kor követelményeinek megfelel, és az alatt úgy, úgy értem, hogy legyen egy tetőerős gép, hogy fusson rajta a God Master annak megfelel, de összehasonlítva mondjuk egy Titanfall 2 source, módosított Source Engine grafikájáról beszélek, tehát egy Source Engine, ö, Titanfall 2 sokkal szebb, lényegesen szebb, szóval e -sz ez, ez, -sz vettem észre én miközben játszottam, és ahogy így néztem, rengeteg, szerintem nem tudom megszámolni a két kezemen, lábam minden, hogy hányszor játszottam végig a Kod 4-nek a single playerét, ez az én játékom, úgy tehát minden, minden magáénak tart egy játékot, a Code 4 az én játékom, a hely, ahol a, a fűszálakat ismerem, a, a nem tudom, hazajárok, olyan a négy számomra, most nem is tudom, mikor, mikor már, lassan több mint, több mint 10, 15 éve, lassan, nem tudom, de legalább 15 éve, hogy kint van a négy a és eltöltöttem legalább 5000 órát ebben a játékban. Szóval itt tényleg az összes porcikáját ismerem már neki ennek a játéknak, és összehasonlítva e, azzal, ami volt régen, és ezzel, ami most van, arányaiban a régi kodnét szebbnek számított, mint ez a most nézve. Szóval, ha grafikára hajtotok, nem. Ha nosztalgiára hajtotok, és egy tényleg egy, egy fantasztikus játékélményre, összehasonlítva az újabb kodokkal, az és sokkal jobb, a kodnét, egy földhöz ragadtabb, és egyszerűen egy, egy pazarabb játékélményt úgy, is Necronit játszani, és Nekronét leültettem játszani, mert nagyon kíváncsi volt ő is, hogy mi ez a kód 4, hát persze hát annyit hallott már tőlem róla, uh, úgyhogy leültettem játszani, és uh, egy adott ponton, mikor uh, játszott vele, csak annyit tudott mondani, hogy öcsém, ez durva. Tehát játszott ő már Battlefield-el, játszott ő már előző kodokkal, vagyis uh, God Ghost-tal, játszott már Black ops szal Black Ops 3, tehát mindegyik uh, kodot kipróbálta ő nálam, és ő most egy laikus, egy olyan, aki nem játszik videójátékokat, de mindegyik kodot kipróbálta, és most lejött a kod 4 elé, és azt mondta, hogy baszki, ez durva, és, és ugye honnan jött neki ez az, hogy a kod 4 megmutat valamit, megmutat egy háborút, megmutat egy lehetőséget, a, a, hogyha meghalsz azok a feliratok, amiket kihoz a, 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 játék, azok extrán rádolgoznak a játék élményére, és abba, hogy belelásd, abba, hogy hogy a háború, a lövöldözés nem egy szórakoztatásra való dolog. És a, a játékot, a Code 4, COD 4 ezzel felemeli. Annó, amikor megjelent a Code minden díjat besöpört, amit be lehetett söpörni. Ez a különbség a mostani kodok eh, -ok, eh, és a kod 4 között, vagy esetleg az MV2 között. De az MV2 az igazi sikerét a kod 4-nek köszönheti. Megalapozta a kod, 4 ami a, a Call of duty a jövőjét gyakorlatilag, és egyszerűen tényleg egy sokkal realisztikusabb, kézzel fogható, materiálisabb élményt tud valahogy nyújtani, mint az újabb Call of egészen mondjuk MV2-től fölfelé, esetleg MV3-tól fölfelé, mert az még azért oké okay volt, de attól ügy fölfelé, komolyan mondom, sokkal unrealisztikusabb, nem is tudom, rosszabb kodok jelentek meg, és, és most így visszamenve, játszva a Code 4 remastered komolyan értem, hogy miért szeretjük. Ér, tehát most esik le, hogy miért szerettük meg a Call of duty is, miért vagyunk hajlamosak elhagyni. Azon kívül, hogy, hogy hát akkor tegyük hozzá, hogy uh, miért hagyjuk még el a Call of duty -t? Hát uh, képzétek el azt, hogy Megjelen, egy megcsinálja a legfinomabb kaját. Tehát csinál egy gulyást, szereted a gulyást, most szeresd a gulyást, és megcsinálja a legfinomabb gulyást. És ú, anyu, ez rohadt jó, ez rohadt jó. és holnap is azt csinálja, és hónap után is azt csinálja, sőt, tíz éven keresztül azt csinálja. És neked már a tököt ki van a gulyással. Lehet, hogy némileg évente módosít rajta egy kicsit, itt egy ilyen fűszer, ott egy olyan fűszer, a végén már mediterrán fűszerezési gulyást teszel, és így. Mm, nem rossz, nem, nem az igazi, érted? És már tíz éven keresztül ugyanazt a szar gulyást eszed, és akkor most egyszer csak gyakorlatilag mi történik a mostani koddal? Ú, itt egy mediterrán fűszerezésű gulyás, de csak akkor eheted meg a magyar fűszerezésű gulyást, ha előtte megiszed a mediterrán fűszerezésűt, értitek? Szóval ez egy kicsit kibaszás a gémerekkel, de azt kell mondjam, hogy összehasonlítva egy kicsit, ugye a Titanfall 2-vel a ér ha már így veszük, a pénzedért ö, kapsz két játékot plusz egy zombit, plusz két multiplayer ö, És a Titanfall 2 kapsz egy Titanfall 2-t plusz egy single player, de azt nem is értem miért számolom, de szóval gyakorlatilag lehet, hogy többbe kerül a kód, de többet is ad ugye a szatyrodba, amit megvásároltál, mint mondjuk egy Titanfall 2, és azt hiszem ezért győzni fog idén megint a Call of Duty, hogyha Erről van szó, és nem beszél arról, hogy szarfos ugyan ugye elfut a gép, nagyon ö, optimalizált. Azt kell, mondjam, és ö, hogy megéri-e? Mindenki maga döntse el, hogy megéri -e várni egy kicsit? Igen. Mindenképpen megéri -e várni egy kicsit. Ha van türelmed, és nem nagyon bele akarsz rögtön esni az egész nagy ö, csatározásba, akkor igen, megéri egy kicsit várni. Várjatok vele, hogy hát hogyha tényleg külön választják a játékot. Ha nincs türelmed, vedd meg, azt hiszem, hogy egy jó vétel, hogyha a egy Master-ről beszélünk, az Infinite Warfest senki nem dicsérte, de minden esetre néhány gameplayt biztosan fogtok látni az én csatornámon is, mert ha már megvettem, kipróbálom, című történet, tudjátok. De idővel most ugye úgy nem sietek sehova, Battlefield egy egyelőre teljesen lefoglal, viszont pozitív. A megerősítés részemről a Code 4 Remastered iránt, és annyi arra ügyeljetek, hogy legyen gépetek hozzá. Mert a, ahogy mondtam, volt egy előző videómban is öm, ha nincs meg hozzá a géped, nem kapod vissza azt az élményt, amit régen kaptál a kód 4-től, és csalódni fogsz És Ha valamit akarunk, hogyha megveszünk egy játék, játékot, az az élvezete a játéknak, nem pedig a csalódása, úgyhogy legyen, legyen hozzá a géped, erre ügyelj, hogy legyen hozzá a géped. Elfut gyenge gépeken is, de ha szeretnéd az élményt, ügyelj rá, hogy legyen géped. Ennyi lett volna, srácok, köszönöm a figyelmet, sziasztok!